Sorakoznak a szebbnél szebb iskolatáskák a Gárdonyi Géza művelődési házban. Ezeket már elsősorban a marosegyi rászoruló gyerekek részére gyűjtötték össze a szervezők. A jótékonysági tanszergyűjtést negyedik alkalommal kezdeményezte a művelődési ház azért, hogy megkönnyítse a városrészben élő, nehéz sorsú családok életét az iskola kezdésre. Már az iskolai időszak utolsó hetében elkezdjük gyűjteni ezeket a tanszereket, pont azért, hogy ne kelljen egész nyáron tárolni ezt a szülőknek, amikor tudják, hogy maradnak meg olyan dolgok, amit már a jövőben nem használnak, vagy éppen a táskát lecserélik, és akkor újakat vásárolnak. Nagyon nagy lehetősége, azt gondolom, azoknak a családoknak, akik rászorulók, hiszen nem kell annyi mindent megvásárolniuk, ha nem is a teljes készletet tudjuk nekik biztosítani, de egy részét igen. A megmaradt eszközöket a kezdeményezésben résztvevő Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központnak ajánlja fel az intézmény. Ők aztán a rászoruló családoknak a város más részébe kiosztják ezeket. Egészen augusztus 18-áig várjuk ezeket a tanszereket. Iskolatáska, tornazsák, füzetek, tollak, valamint szövegkiemelők, színes ceruzák, rajztömbök, vonalzók, gyurma, ragasztó, kulacsok. Többek között ilyen felajánlásokat várnak a szervezők, akik nem csak a Gárdonyi Géza művelődési házban, az akcióhoz két éve csatlakozó Adi papírírószerboltba is várják az új vagy használt, de szép állapotú adományt. A helyszínen ajándékutalványt is lehet vásárolni, az adományozók ebben a formában is segíthetik a családokat.